Gyuri, az a nagy helyzet. Igen. Utánad néztem az interneteken. Minden tudok róla, de egy nagyon impozáns, nagyon jó karrierutad van, és ugye beszélgettünk is már az előadás előtt, igen, és a személyiséged is nagyon megnyerő, meg tényleg. De azt kell, hogy mondjam, hogy hát én egyszerűen nem értek veled egyet bizonyos dolgok terén, és hát... Nem te vagy az egyetlen. Itt van az első élő bizonyíték erre. Mindenki pótolható. Hát persze, hogy mindenki pótolható, én is pótolható vagyok, akárki állhatna itt, bárki közületek állhatna itt. Nem erről szól az élet, hogy minden területen pótolhatóak vagyunk? Hát kutassuk meg. Kutassuk. Kérdezzük meg a közönséget. Fölteszi az a kezét, aki azt gondolja, hogy ez igaz ez az állítás, hogy mindenki pótolható? Várjatok, hadd nézzük. Oké, most az a kérésem, hogy csak a lányok tegyék fel a kezüket. Aki azt gondolja, hogy pótolható. Oké. Ha azt gondoljátok, hogy mindenki pótolható, akkor miért nem ülünk a repülőn, és megyünk és Brad Pitt háza előtt, és ott sasszézunk, hogy mi legyünk a következők, ha már egyszer Angelina Jolie-t elhagyta. Tehát az a probléma, hogy azt gondoljuk, hogy mindegy, hogy hányadikak vagyunk, csak egy emberbe legyen töltve, egyetlen egy szám legyen a fontos. Amikor én gyerek voltam, és még mamutok voltak a Földön, akkor volt egy cirkuszi előadás, ami ötvös cirkusz volt, és volt egy számunk, az volt a számnak a neve, hogy van másik. Tulajdonképpen arról szólt a sztori, hogy volt két bohóc, az egyik próbálta csinálni a maga mutatványát, és a másik meg folyton közbe tülkölt valami egészen különleges, fura, akár trombitával, minden egyébben. És akkor, amikor a másik leoltotta, hogy hagyja őt a mutatványt csinálni, akkor mindig valahonnan a zsebéből elővette egy kicsit kisebb, de ugyanolyan hangos cuccot, és mondta, hogy van másik, van másik. És ez volt a poén tulajdonképpen az egészben, de valójában az volt, hogy igen, darabra volt másik, de kisebb volt, másként szólt, nem úgy, mint az eredeti. És amikor arról beszélünk, hogy toxikus munkahelyek vannak, akkor bizony ez a gáz benne, hogy azt gondoljuk, hogy bőven elég, ha van másik. Van egy olyan cég Magyarországon, nem fogom mondani a nevét, úgyhogy szünetbe is hiába fogtok odajönni, de aki ott dolgozik, az rá fog ismerni. Ahol a legfelsőbb vezetésnek van egy nagyon érdekes mondása, ez ilyen corporate coelho jellegű történet, az a mondás, hogy minden velem való meeting, az neked egy állásinterjú. Ami azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mikor, melyik pontján a te alkalmazásodnak lesz egy beszélgetésünk, te minden egyes alkalommal tulajdonképpen megküzdesz azért a pozícióért. És ez olyan szintű bizalmatlanságot és félelmet kelt az emberekben, mert azt gondolják, hogy egyszer lesz, hogy nemet mondok, hogy ellent mondok, hogy azt gondolom, hogy ez nem oké, vagy megkérdőjelezek valamit, abban a pillanatban le fognak oltani, ki fognak rúgni, és valaki jön a helyemre, mert én pótolható vagyok. És az, amit ezzel akartam mondani leginkább, az az, hogy ugye amikor pici gyerekek vagyunk, és mondjuk tőlem az óviban megkérdezték, hogy én mi szeretnék lenni, akkor először akartam kamionsofőr lenni, aztán utána akartam síoktató, és aztán delfinkutató. Tehát ebben az országban ez a három, ez egy ilyen elég jó nőnek való állás, meg hát tengerünk sincs, meg egyebek, de ez engem igazából akkor nem zavart. De ugye ez volt az én vágyam. Soha egyetlen alkalommal nem mondtam azt, hogy óvónéni kérem, én emberi erőforrás szeretnék lenni. És az a legnagyobb gáz, hogy mindannyian tulajdonképpen ti is emberi erőforrások vagytok. És mi jut eszünk be az emberi erőforrásról? Az erőforrás az olyan, amit használunk, olyan, amit kihasználunk, olyan, amit menedzselünk. Tulajdonképpen az is, aki teszi, az is ilyen koszossá válik, meg az is, akit kihasználnak. És ezért én sokkal jobban szeretem azt, annak ellenére, hogy majdnem 30 évet töltöttem HR vezetőként mindenféle vállalatoknál, hogyha azt mondjuk, hogy az emberek azok a vagyonaink, az egy vállalatnak a vagyona, mert bármilyen technológiát le lehet másolni, hát ezt látjuk DOS-t. De igazából az a lényeges, hogy kik azok, akik működtetik ezeket a technológiákat, és ezek az emberek. De a vagyonodra vigyázol, a vagyonodra odafigyelsz, a vagyonodat megkérdezed, hogy te is hogy vagy. Juli, bocs. Oké. Igen. Ez mind szép és jó. Uh-huh. Mi van, hogyha az ember átzuhan a lónak a totál másik oldalára, és elkezdi azt feltételezni, hogy ő pótolhatatlan? Mert akkor meg ugye mi van?
pótaltatlan vagyok a munkámban, akkor a munka elsődlegessé válik hirtelen, ó, senki nem tudja megcsinálni, amit én nekem kell csinálni, és akkor meg a munka lesz az életem. Az se egyszerű. Én nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a legfontosabb dolog az, hogy ne erőforrás legyen belőled, az az, ha már egészen az első pillanattól kezdve, hogy kilépsz az iskolából, de még az iskolás éveid alatt is, hogy elkezd megismerni saját magad. Mert abban a pillanatban, hogy te tudod jól, hogy neked mire van szükséged, ha tisztában vagy az igényeiddel, az értékeiddel, abban a pillanatban lesz egy ilyen önkontroll, amiben nem lesz az, hogy elszállsz, mint a győzelmi zászló, és azt mondod, hogy pff, ide nekem a világot, és nekem nem kell semmit tanulnom, nekem nem kell emberekkel kapcsolódnom, mert ugyan már én egyedül is meg tudom csinálni. Tehát nem leszel egy seggfej tulajdonképpen. És ez nagyon sokat segít akkor, amikor egy munkahelyen mondjuk a többiekkel együtt kell dolgozni. Tehát az, hogy legyen egy stabil, jó önismereted, ahol folyamatosan csekkolod, hogy a környezet, ami hat rád, és amire te hatsz, az milyen nyomokat, lenyomatokat hagy benned, az a legfontosabb. Szóval azt mondod, ha jól értem, hogy se nem vagyunk pótolhatóak, se nem vagyunk pótolhatatlanok, hanem a kettő között kell megtalálni valahogy ezt a szép... Egyediek vagyunk. Lehet pótolni... De ez nem egy elcsépelt gondolat, hogy mindenki egyedi? Nem, mert akkor, amikor egy munkahelyről beszélünk, és azt mondom, hogy van egy csapatom, akkor az a jó, ha minél diverzebb az a csapat. És ez nem azért, mert most ez így divat, hogy mindenre a diverzitást meg az inkluzivitást rakjuk, hanem mert mindenkinek a szempontja, mindenkinek a személyisége, mindenkinek a tulajdonságai kell, hogy benne legyenek a csapatban. Amikor elmész jelentkezni egy munkahelyre, akkor az van, hogy meglátod az állásidőt, és ott van, hogy mik az elvárások. 3-5 év, itt-ott, amott, ezt tudja, ilyen programozó nyelvet, nem tudom. Ez tulajdonképpen egy kulcsluk, amit fölállít a cég, és azt mondja, hogy bárki, aki ebbe beleillik, na én azt az embert szeretném. A probléma az, hogy ahogy átpasszírozod magad ezen a kulcsukon, egy csomó részed, mint a massza, így lecsupálódik. Nincs szüksége a cégnek arra, és soha nem láttam még olyan álláshirdetést, amin benne lett volna az, hogy ha humorérzéked van, itt a helyed. Kell nekünk egy olyan ember, aki nem pánikol két nappal egy határidő előtt. Kell olyan, aki, ha ránéz a többiekre, a többiek tudják, hogy oké, minden rendben lesz. Ezeket a tulajdonságokat, finomságokat, viselkedéseket, ezeket nem 3-5 év ilyen-olyan-amolyan iskolád legyen. És hogyha ebbe a csapatba, nekem volt olyan csapatom, ahol volt egy aspergeres srác, imádtunk vele dolgozni. Azért, mert ő így pacekba megmondta neked, hogy mi az, ami nem oké. Nem volt ott finomkodás, meg tojásokon lépdelés. Ha valami nem volt oké, azt mondta, figyeljetek, ez biztos nem fog menni. Kellenek mindenféle emberek olyan azért, hogy mindenkinek a szemlélete alakuljon és érvényesüljön egy csapatba. Meggyőztelek? Jó. Meg. Na, meg. Mekkora mázlim. Gyere, Júli, légy, és segíts nekem ezt innen leoktojálni. Ups. Hajrá. Kicsire dűröm. Na, és mi fog történni? Titok. Na, kérem szépen, akkor ez a mítosz ezzel a lendülettel eléghet. Azt a mindenét. Opa, pont, mint hát Snoop Dogg koncertként, csak nem azok az illatok jönnek belőle. Na, megjött a második. Mindenről a főnök tehet. Hát, na. Nyilván mindenről a főnök tehet. Ő adja nekem a feladatot. Okay. Nekem csak meg kell csinálnom. Rendben. Ha még láttok, tisztára, mint egy Omega koncert. Én is áttövök picit. Oké, tegyünk különbséget a között, hogy főnök és vezető. Jó? Ki a főnököd? Egyrészt mindenkinek van főnöke. Még az is, aki egyéni vállalkozó, annak meg az ügyfél a főnöke. Tehát mindig van egy főnököd. A főnök az, akinél a pénz van, aki téged fizetni fog. Akinek ha bemész a boltba, akkor te vagy a főnök, mert te vagy a vásárló. Ezt itthon nem nagyon értjük, ezt a koncepciót, ezért van az, hogyha bemész egy boltba és megkérdezed, hogy van-e, akkor vállat rántana. De nem tudja, hogy te vagy az a vásárló, akinek a fizetségéből az ő bére lesz. Tehát ez egy alapvető koncepcionális hiba. Viszont különbséget kell tenni a főnök és a vezető között. Mert nagyon sokszor van, hogy azt mondják, hogy a vezető az, aki minden rossznak a forrása. Egyrészt ne nagyon ringassuk magunkat ebbe a dologba, mert
ti is lesztek vezetők. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a vezetőnek az a legfontosabb dolga, nem az, hogy szakmailag übereljen mindenkit a csapatba, hanem az, hogy kedve legyen az emberekkel foglalkozni. És ezt nagyon sokszor elmondjuk. És nincs, nem? A főnököt nem érdekli. Ez nem igaz. A főnököt nem érdekli az ember az alkalmazott mögött. Nem egészen. A probléma az, amikor egy vezető elbújik a névjegykártyája mögé, és azt mondja, hogy nekem ez van ideírva, tehát én vagyok a te főnököd, és az lesz, amit én mondok. És akkor, amikor igazából emberhez kellene, hogy kapcsolódjon, az teletömi folyamatokkal, és kihal belőle az az emberi kapcsolat. Mondok egy példát. Hányan tudják, hogy mi az a térértékelés? Oké, jó. A teljes... Elgyötört arccal. Tudjátok, ez egy évben egyszer szokott lenni cégeknél, ez azt jelenti, hogy ilyen a teljesítményértékelési rendszer, ennek a rövidítése, a térértékelés. A térértékelés az egy teljesen ember és élet idegen történet. Gondolj bele, ha van gyereked, és meglátod azt, hogy így elindul a villával a konnektor felé, elkapod a kezét, rászólsz erőteljesen a kezére, hogy nem nyúlunk oda a villával, vagy azt mondod, hogy édes szívem, április 17-én lesz az éves értékelésed, ott akkor ezt megbeszéljük, mert ezt így nem. Teljesen életszerűtlen. Azt feltételezzük, hogy mindenki a legjobb szándékkal megy be dolgozni. A legjobb szándékkal nem akar hibázni, a tudása legjavát akarja adni. Felnőtt ember. És az, hogy így kapcsolódjunk egymáshoz, az van, hogy ha te valamit jól csinálsz, akkor oda megyek, és azt mondom neki, Máté, ez jó volt, ezt csináld még. Bárcsak így lenne. Na, hát nem én vagyok a főnököd, majd beszélek vele. Vagy hogyha valami nem oké, akkor ott abban a pillanatban azt tudod mondani, hogy figyelj, láttad, hogy azon a meetingen, hogy nézett rád az ügyfél? Változtassunk ezen a mondaton úgy, hogy neki is érthető, megemészthető legyen. Nincs sértődés. Ugyanezt csinálod a barátaiddal, ugyanezt csinálod a többi embertársaddal. Miért jogosítja föl a vezetőt, az a névjegykártya, meg a céges autó, meg a sarokiroda, arra, hogy ne ezt tegye, hanem teletömködje a folyamatot, és amögé bújjon. Hogy ő majd egy évben egyszer meg fogja mondani, hogy valamire való vezetőnek legalább 5 embere van, nagy valószínűséggel már most nem emlékszik arra, hogy mi volt januárban. Még így is, hogy mindenki otthon volt. Igen. Na de akkor hogy fogom én... Úgy érzem, hogy egy szemléletváltás kellene akkor az embereknek, hogy egyrészt ne mindig a főnököt okolják mindenért, mert ők is benne vannak a buliba bőven. Hogy tudjuk ezt kialakítani akkor? Mert nekem ez egy picit ködös. Oké, megint visszatérek az alapokhoz. Tehát akkor, amikor van egy stabil, jó, egészséges önismereted, akkor abba a kapcsolatban, amiben belemész egy főnök beosztotti viszonyba, nem érzed azt, hogy be kell menned alá. Nem érzed azt, hogy azért, mert ő a te főnököd, azt csinál veled, amit akar. Ha valami gondod van, akkor előjöhetsz vele, és megmondhatod neki. Most a home office ideje alatt el nem tudjátok képzelni, hogy mennyi vezető dőlt bele a dugájába, mert abban a pillanatban, hogy ő neki már nincs ott, nincs egy irodai környezet, nincs ott a névjegykártya, nincs ott, amikor végigmegy a folyosón, és látja, hogy mit csinálsz, hanem az van, hogy vagy van kamera, vagy nincs. Ha nincs kamera, még rosszabb, de ha van kamera, te beengedted a szobádba, vagy a konyhádba, vagy a hálószobába, vagy bárhova. Ő vendég nálad. Ő többet nem a főnököd. Nem kiabálhat, verheti az asztalt, hogy de igen, és akkor ez legyen meg holnap reggelre, mert bocsánatot kívánok, ez itt az én otthonom. Te nekem ne kiabálj, ott van mögöttem a szennyes. Ez egy... Itt csalapál a gyerek, megy át rajta a macska. És az a legnagyobb probléma, hogy az, aki főnöknek képzeli magát, és nem igazán vezető, az ezt az emberi kapcsolatot, ezt a bizalmat elveszítette például a home office alatt. Úgyhogy igazán, hogyha szeretnénk azt, hogy partnerként tudjunk viselkedni, ahhoz az kell, hogy fölnövesszük magunkat, és tisztában legyünk azzal, hogy mi az, amit mi szeretnénk, és ezzel az igénnyel menjünk bele bármilyen beosztott főnök viszonyba. Ez így elfogadható? Hát, jó,
Ne, az. Annyira könnyen meg tudlak győzni. Én úgy fogalmaztam meg magamban most, hogy igazam volt, de nem. Tehát, hogy igazam volt, de nem. Nem, nincs igazam. Úgy, jó férjanyag lesz belőled, úgy érzem. Az biztos. Ezt majd ráírom a CV-mre. Hát akkor, ezt megfogod nekem egy pillanat elejéig? Hát, köszönöm. Megnézem, miket fog kérdezni. Orvos is lehettél volna, amilyen írás. Ó, van ott minden. Hú, amúgy ne nézd meg. Hú, most megint nem fogunk látni. Azt is mondták, hogy nem mondjam el, hogy mit csinálok a színpadon. De én most összegyűröm. Na, és hajra. Ez a mítosz is ezzel a lendülettel eléghet. Na, most kisebb füst jött. Sokkal kisebb. Igen, hallgatlak. Kiégést nem lehet elkerülni. Na, ez viszont lehet, hogy most hazai pályán 2-0 oda, de. Még nincs vége a meccsnek. Ez nagyon hasznos. Ez viszont egy erős, én nagyon nyomatékosan, ez visszafordult, nem vagy. Nagyon nyomatékosan hiszek benne, hogy a kiégést, mint általában a legtöbb emberi érzést, vagy érzelmi állapotot, rossz kedv, jó kedv, néha rossz kedvünk van, néha jó kedvünk van, azt nem lehet elkerülni. Hát a kiégés az néha van, aztán jó esetben mondjuk aztán nincs, de hogy elkerületetlen. Na, erre mit mondasz, Juli? Emlékeztek, hogy az év elején futott a közösségi médiában egy cikk, ami arról szólt, hogy az Y generáció úgy, ahogy van, a kiégés felé menetel. Emlékeztek? Egy valaki bologat, ez már jó. Oké, többen is. Nagyon nagy utat járt be pár nap alatt, és mindenki boldog volt, hogy végre megvan ennek a kutatásnak az eredménye, és hogy könyv lesz belőle, meg egyeme. Az egyetlen probléma ezzel az, hogy amikor ez a fiú, aki ezt megírta, ezt a cikket, ezt a kvázi könyvajánlót, vagy könyvelemzést, leült egy panelbeszélgetésbe több Y-generációssal, meg szakértőkkel, és elkezdtek arról beszélni, hogy hát mennyire nem fair az élet, mert hogy mindennek az oka az előző generáció, tehát az anyja mindenkinek, és akkor mennyire borzasztóak a lakásviszonyok, hogy senki nem fog tudni lakást venni, hogy milyen borzasztó a gazdaság úgy, ahogy van, hogy az álláspiac a szörnyű, tehát pontosan a kapitalizmus és a 4 évszak, és mindenki hibás volt ebbe az egész történetbe, és ahogy így egyre egymást krenkolták ebben a történetben, az volt az utolsó kérdése a panelvezetőnek, hogy hát jó, hát ezt mind értjük, hát ez borzasztó, hashtag mind meghalunk, de hogy hát mégiscsak mit lehetne tenni, te például mit csinálsz személy szerint, minek utána már mindenkit szittunk. És ahogy gondoltátok, mindenki előjött azzal. Volt, aki mondta, hogy én imádok úszni, én minden nap szigetköröket futok, én nem tudom, fákat ölelgetek hétfő, szerda, péntek, és volt egy nagyon kedves vállalkozó lány, aki azt mondta, hogy hát, ha én úgy érzem, hogy ki fogok égni, akkor elutazom Balira 3 hétre. Végül is tök jó. Szóval, hogy mindenkinek van valami stratégiája ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet kiégni. De visszatérve arra, amit kérdezte, hogy mi a kiégés. A kiégés azért gáz, mert rossz a definíciója, ami beleégett a fejünkbe. Mert azt gondoljuk, és ez egy újabb mitosz, hogy azt gondoljuk, hogy kiégni csak a multinál dolgozó tud, kiégni csak azt tud, aki felsővezető, és egyébként meg ez a gyengeségjele, és hogy te előbb-utóbb mindenkire sor fog kerülni, de ha meditálsz éppen eleget, akkor valószínűleg ki fogsz tudni belőle lábalni. Rengeteg szinten hibásak a dolgok. Az egyik az, hogy a WHO nagyon sok évvel ezelőtt hozott, azt mondta, hogy na jó, oké, elhiszem, hogy van ilyen, hogy kiégés, ez nem ilyen úri huncutság, hogy bankfiúk, banklányok elfáradtak. Nézzük meg, mi a definíciója. És akkor még azt mondták, hogy munkahelyen szerzett stressz, ami elsősorban egyébként a segítő munkákban, tehát mentős, tűzoltó, szociális munkás, pszichológus, tehát akik aktívan foglalkoznak emberek problémáival, na ők azok, akik nagyon gyorsan ki tudnak égni. 2019-ben hoztak egy újabb engedményt, miután már látták, hogy hát ez baromian nem állja meg a helyét, és azt mondták, hogy jó, rendben van, akkor nem csak azok, akiknek ezek a segítő munkái vannak, hanem minden más munkahelyen is tulajdonképpen elismerjük, hogy ki lehet égni. De a probléma ezzel az, hogy még mindig meghagyták azt, hogy ez a munkahelyhez kötődik. És most, pláne a pandémia után, tökre lehet látni, hogy nem.
És ez már korábban is így volt, csak a WHO nem vett róla tudomást. Aronson, aki ismeri a nevét, azt tudja, hogy kiről beszél. Aronsonnak a definíciója az, hogy egy hosszabb időn át tartó érzelmi megterhelés fizikai, mentális és pszichés kimerültségbe fut bele. Ez maga tulajdonképpen a kiégés, amiről beszélünk. És akkor most lemaradtam ott a meditációnál, miért is nem jó a meditáció? Pontosan erről szól a meditáció, nem? Hogy megpróbálunk picit visszakerülni így a jelenlegi pillanatba, és miért nem tudok én meditálni, hogyha úgy érzem, hogy ki fogok égni, vagy nagy Isten, már ki is égtem. Na, ez a különbség. Más kell csinálni akkor, hogyha szeretnéd megóvni magad attól, hogy kiégjél. Tehát, hogy az a probléma, hogy egy csomó olyan eszközt használunk, ami a kiégésnek a megelőzésére szolgál, abban a pillanatban, amikor már egyébként kiégtünk. A meditáció pont ilyen. Ha furra kiégtél, nem fogsz tudni meditálni, mert egyszerűen annyira el van fáradva az agyad, hogy nem engedi azt, hogy te csak ülj, hiába applikációval, hiába guruval, bárkivel próbálhatod, ez nem fog így sikerülni. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember be tudja azonosítani magát, hogy ő melyik fázisban van, vagy nem tudom, a szeretét, a kollégáját például, az meg egy különlegesen bonyolult beszélgetés, de hogy be tud azt azonosítani, hogy úton vagyok a kiégés felé, vagy már nyakig ermerültem benne, mert más-más módszertanokkal tudod megelőzni és kilábalni belőle. És mi van azokkal, akik mondjuk... Csak nagyon tetszik, hogy bármit mondok, van rá válasz, ez nagyon jó. Mi van, hát hogyha, jó, mondjuk, erre jöttél. Abszolút. Mi van, hogyha mit tudom, én nem meditál, vagy nem megyek Balira 3 hétre, hanem lemegy futni. Beszéltünk erről is. Full kiégett állapotban tilos sportolni. Nem szabad sportolni. Nem is tud. Aki teljesen ki van égve, annak legelőször a fizikumát kell rendbe rakni. A fizikumának a rendbe rakása az azzal kezdődik, hogy elkezd aludni. Sokat. Folyamatosan. Sportolás nincs. Mozgás van. Inkább nem, kijavítom magam, fizikai aktivitás van, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy csak 10 percet fogsz tudni sétálni a háztömb körül. És nem kell erőltetni, és nem kell azt mondani, hogy de a sport az jót tesz, fussál 3 szigetkört, és minden rendbe fog jönni. Képtelen leszel rá. A kiégés az olyan elementárisan fölborítja a fiziológiádat, hogy szüksége van arra, hogy regenerálódjon. Tehát az, aki azt mondja, hogy jó, kiégtem, elmegyek pszichológushoz, ne tegye. Nem a pszichológus az első, mondom én ezt pszichológusként. Nem. Akkor, mikor már képes vagy arra, hogy a gondolataidat rendezzed, végig tudsz mondani egy mondatot anélkül, hogy elfelejtenéd az elejét, vagy elsírnád magad, vagy bármi egyéb rossz érzések jönnének föl, majd akkor, mikor fizikailag rendbe raktad magad, és ez egy hosszabb folyamat, na akkor lehet ilyet csinálni. Jó, ez megalázó volt, ez a 3 kör, mert engem megint meggyőztél. Nem ez volt a szándék. Nem ez volt a szándék, de picit így érzem, de annak nagyon örülök viszont, hogy rendet tettünk a fejekbe, meg főleg annak, hogy definiáltuk, hogy mi az a kiégés, mert az nagyon kellett. Igen, aki további definíciót szeretne, most pitchelni fogok. Szeptember 21-én jelenik meg a könyvem. Az a címe, hogy elég. Na, ott abban. Hogy elég, és ha szeretnél többet tudni a kiégésről, akkor ott minden benne van. Például az is, hogy ha a munkatársad ég ki, vagy vezető vagy, és úgy ég ki a munkatársad, akkor mit tudsz csinálni? Hogyan lehet olyan céget csinálni, ami kiégésmentes? Meg egy csomó minden egyéb. Ez volt a promó helye. Engem megint meggyőztél. Na gyere, ezt is leoktoljáljuk innen. Menni fog? Megint odaadom neked. Köszönöm szépen. Van egy poénom, nem tudom mennyi ideje készülök rá. Álljak arrébb? Az lenne nagyon vicces szerintem, hogyha most nem azt mondanám, hogy ez a mítosz eléghet, hanem hogy ez a mítosz kiéghet. Ó, nagyon menő. Köszi szépen. Nagyon köszönöm, Júli, hogy tényleg, hogy rendet tettünk a fejemre, hogy tisztáztunk dolgokat. Nagy tapsot Füredi Júliának.